azzal, hogy tegnap este Áder János köztársasági elnök úr aláírta a Paks 2-ről, a paksi bővítésről szóló döntést, azzal a kormány végleg letette a fegyvert a rezsicsökkentés ügyében. Az elnök úr megtehette volna, szemben azzal az érveléssel, amit állít, megtehette volna, hogy nem írja alá ezt a beruházást. Attól lett ez egy nemzetközileg érvényes ratifikált szerződés, hogy az elnök úr aláírta a ratifikációs okmányt, ahelyett, hogy a tárgyban jogával élve népszavazást kezdeményezett volna. Ha bátor, mint az oroszlán, akkor megtehette volna, hogy ő maga áll a dolog érére, a nemzeti érdeket képviselve, hiszen a hivatala erről szól, és nem arról, hogy Orbán Viktor minden beterjesztését aláírja. De amit a Fidesz megszavazott, és ami nemzeti érdek ellen való, az elnök úr, ha valóban az egész nemzet elnöke, akkor megtehette volna, hogy visszaküldi a parlamentnek megfontolásra, ezzel is kifejezve a különállását ebben a kérdésben. Nem tette meg. Ezzel az elnök úr személyes felelősséget vett a nyakába, pedig megtehette volna, hogy jelezze a különállását. Ezt sajnálom. Sajnálom, mert jobb lett volna azt gondolnunk, hogy ebben van egy független, a jogszabályokat jobban ismerő és azok szerint eljáró elnöke Magyarországnak. Sajnálom.